Jó, a titoktartó! Hogy kell? Titoktartási kötelezettség. Titoktartási kötelezettséget aláírtam. A titoktartó! Ne közelíts! Ne közelíts, vagy leugrom! Ne közelíts, vagy leugrom! A béna! Na, Krisztián! Krisztián, nem menekülsz most már, el kell, hogy mondanod, hogy mit titkolsz. Máté, gyere utánam. Jó, megyek. Gyere utánam. Megyek, mondja csak. Fújt! Ha jól tudom, meg akarod tudni a titkomat, igaz? Igen. Gyere csak utánam. Most meg fogom tudni, hogy mit gyere. Titkolsz. Gyere, Máté. Gyere utánam. Hosszú út áll előttünk. Gyere csak utánam. Hosszú út. Aha. Gyere csak utánam, jössz? Jövök, itt jössz, vagyok. Jössz, tudod tartani a lépést? Igen. Jó van. Sőt, előbb felérek, mint te. Bár nem tudom, merre kell menni, de mindig. Na azért, gyere utánam. Szóval te vagy az az ember, aki kíváncsi a titkomra, igaz? Igen. Máté, ha felérünk a hegy tetejére, akkor olyan dolgot tudhatsz meg, amiről sosem álmodtál volna. Na végre megtudjuk, srácok, a Krisztián titkát! Júj, de régóta, vajon mi lehet az? Júj, de régóta vágyom rá, hogy megtudjam, mi az? És most végre megtudhatjuk, ez az... Gyere! Megyek! Föl kell menni itt egy kutya. A csúcsra! Föl kell menni a csúcsra! Szia, melyik kutya! A csúcs? Máté, ez már csúcs? Ha, lelöktem! Ez már csúcs, hogy menjünk oda még? Hol vagy? Hát, honnan tudjam? Ja, tényleg. Ha nem tudjam, hát, neked te... kell tudni, te ökölbalom. Hát te nem tudod. Na mindegy. Ez így már most gyanús, kisfiám. Na várjál, Máté. Itt vagyunk. Igen? Nagyon fúj a szél. Álljod ahol a kutya van. Álljak le? Igen, álljod el, ahol a kutya van. Ja, na. Ilyen hegyi beszédet tartani? Szóval meg szeretnéd tartani, vagy meg szeretnéd tudni a titkomat, igaz? Uh-huh. Máté, most följöttünk ide, a hegy tetejére. Rengeteg idő volt, míg ide följöttünk. De uh-huh. Megérte. Mert így körbe kiálthatom az egész világnak, hogy nem fogod megtudni a titkomat! Sose! Na, menjünk haza! Ez az! Ha-ha! Visszakaptam! Elhajtott a szigonyát a barom! Na, aki hamarabb hazaér, az megtudhatja a titkomat! Juhú! De be... aki hamarabb ez... Na jó, én ezt szerintem megfogom most, srácok, és ezt megalom. Egyszer ez lesz. Ki hamarabb hazaér, azt tudja meg a titkomat. Ez lesz a végzete, Krisztiánna. Gyerünk! Az, már itt is vagyok! Ez az, itt vagyok a tábor tűzni. Ó, én tudhatom meg a titkomat! Na, várjál, elmondom magamnak. Azt a de rohadt jó ez a titok! Ez biztos, hogy soha nem mondom el senkinek. Szerintem a Krisztián az most meghal. Azt a de jó meghal. Titok! A Krisztián az most meghal! Máté! Leugrok! Gyerek közelem! Mi van? Tönköd az életem! Gyerek közelem! Nyugi! Gyerek közelem! Várjál! Ne akard, hogy olyan hossz folyamatjak. Ez megöl. Máté, három szívem van, megdobsz, meghaltam, te csicsi. Akkor jól leszel, mondott Kriszti. Jaj, ne! Hey! Jó, most kibírok egy dobát, jó van. Szülye! Miért nem mondtad, hogy kevés életed van, te barom? Hát nem figyeltem! Miért szülye? Megölette magát, ez a barom. Én ölettem meg magam, hát te öltél meg, te barom. Ezt nem hiszem el. Hol a... Ja. Hát ez neked teljesen elment a gaúdia. Én mentek el. De miért dobálod ide a sok szarod? Hát ez mind tiéd volt. Nem mind az enyém, húzz innen. Ez a tiéd volt, az a sugárként.
Honnan van nálam sugárkén? Sugárkén van nálam, vajon miért? Na hello srácok, ez itt a Minecraft sorozat 22. része, ez az Krisz, yeah! Már 22. résznél tartunk azt a mindenségét, te ezt elhiszed? Te ezt elhiszed, hogy 22. résznél tartunk a második évadban? Ha bakker, hát már majdnem fel annyi rész, amit az első évadban. Azt tudja meg a macska, rúgja meg a kis bögyi-mögyit. Na már egy kicsit jobban beálltam a kamerát. Hát az elhagyom már meg a kisfiam. Szóval, srácok, ebben a viharos időszakban el kell, hogy mondjuk, hogy nagyon régóta nem volt Minecraft, és nagyon sokan kértétek, őszinte leszek, egy kicsit elment tőle a kedvem, így a Minecrafttól, nem nagyon volt kedvem játszani vele, nem volt se ötletem, se motivációm, hogy bármit itt alkossak a Minecraftban, de ez most, hát nem változott meg igazából annyira, de nagyon sokan kértétek, úgyhogy itt a Minecraft, és mostantól lesz gyakran Minecraft. Rendszeresen lesz Minecraft. Jól van. Ismételten. Mi történt? Majdnem meghaltam. Hát na, bárcsak nem majdnem lett volna. Ellopta! Ellopta! Mit? A kajám. Hát az nálam volt már eredetileg. Ja, várja, azért van. Aranyrépa. Ja igen, bocs. Te büdös lopós. Hát kicsit több volt nálad, de mindegy, most megfeleztem. Na, Máté, képzeld el, hogy majdnem meghaltam. Az én meg is haltam! Te büdös disznó! Hát te támadtál meg, te bará. Én nem támadtam meg senki, kisfiam. Szóval, srácok, az a helyzet, hogy kéne egy kis helyzetfelmérést tartani itt a pályán, ugyanis... Hát mi se tudjuk, hogy hol áll a fejünk, őszintén szóval, te tartalítsa le áll a fejet. Hát viszont. Már nem léptünk be, hogy 3 hete, nem? Vagy egy, yeah. Ja, milyen 3 hete, vagy hónap? Nem, én gyakran beléptem, és itt próbálgattam itt építgetni valamit, de hát nem jött össze, hogy látjátok. Ja igen, te gyakran beléptél. Hát gyakrabban beléptem, mint alapból. Aha, na, értem. Szóval, ezt a lépcsőt én ezt szeretném teljesen elfelejteni itt a háznál, és valami másféle bejáratot létrehozni, mert hát nem tudom, ez nekem nagyon nem tetszik ez a lépcsős megoldás. Esetleg valami liftet, vagy valami ilyesmit jó lenne. De majd később ez elválik, ebben a részben nem ezzel fogunk foglalkozni, hanem azzal fogunk foglalkozni, hogy a maliék ne legyenek ilyen nagyon sűrűen. Meglátogatjuk az NPC-jeinket is, hogy esetleg valami... tudnak valami újjal szolgálni. Szevasz, Béla, aki nem Béla. Na ezek. Ha, ez volt a véleménye, jó, pam. Plusz meglátogatom a Lükepált is. Ja, tényleg, én is meglátogatom a Lükepált. Ja. Szia, Lükepál! Hello, Lükepál! Adjál már nekem egy kis... nem tudom mit. Azt a torta. Tóta. Ja, tényleg, amúgy vettem egy csomó kaját, és ide beraktam. Eszünk tortát, Máté. Ha, minek? Holnap lesz a szülinapom. Nem, holnap lesz akkor a szülinapod. Akkor tortát, nem? Ha már holnap lesz a szülinapom, akkor már egy nem, holnap lesz a szülinapod, fejezd már. Akkor már egy torta megjöhet, nem? Ha már holnap lesz a szülinapom. Nem tudom megenni. Nem, nyam, nyam. Várjál, kell egy kis éjséget csinálnom. Ja, aludjunk már. Neo! Neo! Mi az? Neo! Csak nem átjött a Matrixból. Ne lop! Ellopja a CSP-met! Répa. Nyami répa. Krisztián, azt hiszem, hogy te leszel a következő, aki meghal. Te is szereted a nyami répát, ha? Aludjunk, mert esik az eső, és utálom. Tényleg? Esik az eső? Ha, észre vettem. A Mega Crossbow-val ölt meg a Krisztián. Ja, azt, ahogy kinyifantottam. Yeah, elállt az eső, jól van. Na, hadd mondjam el, srácok, hogy a mai részben azt fogjuk csinálni, hogy a maliékat átköltöztetjük egy nagyobb karámba, és a Krisztiánnal beszéltük, hogy esetleg lehetne egy olyan karám, ami nem itt a birtokon van, hanem közvetlenül a birtok mellett. Úgyhogy ötölgettem egy kicsit, és arra jutottam, hogy szerintem itt lenne a legérdemesebb megcsinálni erre, például itt lenne a bejárat, nézd Kriszt. Mert itt, igen, igen, mert ez ilyen, magasabb a kerítés. Igen. Itt úgyis ilyen magasabb. Plusz nem ilyen hagyományos karámat fogok én csinálni, hogy tudod, ilyen fából épített, ilyen sima füves terep, hanem a természetes élőhelyükön élhetnek majd az állatok. Répa. Muszáj a fámba zabán. De finom az a répa. Mali kérsz a répát. Á, nem adok répát, szerintem mert a Malinak ne adjál répát, nem fogunk elférni. És beugrunk oda, és meg fogunk halni, tudod, mert hogyha egy idő... ja, ja, ja. Meghalsz. Szevasz. Te mit keresel itt?
Nem tudsz átjönni? Nem, jó van. Na, azokat szóval meg lehet ölni, Máté. Igen? Aha, nézd, figyeld. Igen, de hát átmész, és utána mérgesek lesznek. Nem, átmész, és nem lesznek mérgesek. Igen, aha. Jó van. Akkor kéne segítség nekem. Kell rengeteg kerítés. Hát gondolom, hogy dzsungelkerítés, mert abban van a legtöbb hát, fa. Hát nekem van egy rakás dark oak-om. Kell. Itt van jungle fence. Kell dark oak? Nem kell dark oak. Nem. Minek van nálam ennyi ilyen szarság? Bakker. Fúj már, húzzál már innen, meg mindjárt. Meg akart támadni, csak azért, mert megemelkedett gyomorkázzam. Megemelkedett barom állat vagy, igen, pontosan. Ez egy természetes folyamat, Máté, hogy megemelkedett gyomorgáz mennyiségi tartalmazási problémáim vannak. Mindjárt megemelkedett gyomorgáz mennyiséget kapsz, és akkor mi gyomron van? Vágnak, és megemelkedik ki a fejedbe. Már szedtem rá Renét, ez nem segít. Na, most mit csinálja? Várjátok, srácok, amúgy a Béla, aki nem Bélával, lehet kereskedni ilyen tintazsákkal, úgyhogy ez nagyon király szerintem. És ja. 12-t lehet vele egyszer. És mivel lehet még a Bélával kereskedni? Hát, nem tudom. Ja, semmi mással. Ej, de bein, ez beindla. De nem kell akkor dárkókos fence, mert... Nem kell, jó. Mert ide fogok építeni, mm-hmm. És a természetes élőhelyükön fognak élni majd az állatok. Lesz malackarám, meg tehén természetesen, mert a tehén az nagyon fontos. Áthúzzuk ide végre a galaktuszt, meg a másikat, aminek nem tudom a nevét, mert csicska, és nem jó ilyen neve van, és nem lehet megigyezni. Yeah, Rutyi, az tök jó. Milyen neve Rutyi, van. Nem is Rutyi a nevete. Az tök jó neve a Rutyinak, hazudó. Nem is emlékszik a nevén. Rutyi, az a neve Rutyi. Vagyis, hogy a tehené. Melyik is, meg is nézem a Rutyit. Nézd meg arra a Rutyit. Hallod, Rutyi. Hol vagy? Fejezd már be! Krisztián, lehet, hogy nem büfőrészel bele megásni a mikrofonba. De mondtam már, hogy nem tettek róla. Mi az, hogy nem tetsz róla? Ez mit olyan jelent? Olyan ér szín a Máté, ami egy megváltoztathatatlan dolog. Már direkt próbáltam tenni ellene, és nem sikerült. És te meg azért támadsz engem. És ilyen mikroagressziókkal. Ez itt tök jó. Ez nekem nagyon tett. Cík, jó van. És akkor itt lehet majd bemenni. És... Ja, és akkor itt lesznek a sárnyak. Pedig pont most akartam elmondani a titkomat, de mindegy, most már nem mondom, mert megtámadott az őrőt, bara. Inkább azt mondjad, hogy mekkora legyen a terület. Na. Szerintem 10x10-es. Kéne most már valaki, aki elmondja a tanácsokat ad, mert a Krisztián az nem tud tanácsokat. Mi én vagyok a legjobb tanácsos. Nem vagy te tanácsos. Mi vagyok Krisztián a tanácsos. Tanácsod, mi lenne tanácsos? Az, hogy kidobjálak az a Dunába. Az tanácsos, ha odafigyelnél. Az, hogy kidobjálak a Dunába. Mert sose tudhatod, honnan ér támadás. Hol vagy? Máté? Kicsit nem ártana. Hogyha megpicsülnéd a másik tehetségét. Honnan lőtt ez? Nem tudja, hogy hátrafele néztem, hogy átverjem. Nyugi, tudtam, hogy látni fogsz. Csak meg fel akartam fedni a valómat. Jaj, de meg akartam, ez a balom. És ez is lehetszik, az a hülye. Nyugi, nekem van stepping mechanizmom. Ezért gondolsz feather fallingra? Igen. Aztam, ekkora magasan vagyok. Még sose voltam ilyen magasan. Máté, nem jössz ide fel? Hova? Hely ide föl. Krisztián, én most dizájnolok. Ja, de innen nagyon szép ám a kilátás. Hol? Itt vagyok fölötted. Ja? Jó, fölmegyek. Fejesz? Uh-huh. Jó. Gyere ide fel. Hát fel is tudsz. Ja, fel is tudok. Aha, nézzük meg innen a birtokot. Azta, milyen király, Máté, nem innen ja. A birtok. Nagyon szép. Menj már az útba, nem látok! Máté! Mi van? Máté, szépen lassan háromra. Fordulj meg! Mi van ott? Háromra fordulj meg! Egy. Kettő. Három. Mi ez? A repülő fenyőfát!
Hozzánk érkezett! Juhú! Hozzánk érkezett, srácok! A repülőfenyőfa ismét hozzánk érkezett! Asztó, ezt nem hiszem el! Ú, nézd, és ott fürdőzik alatta a tradingerő! Azt a rohadt, lehet, hogy ő hozta, nem? Hogy együtt jöttek. És a neved az miért tünteti el a vizet? Eltünteti a neved a vizet? Na, lehet, hogy ő hozta. Júj, menjünk, leköszönjünk meg neki. De hát a repülőfenyőfát nem lehet hozni, hát ő magától dönt. De hát ő hozta, ő is kísérte el. Na, hát azt mondom, hogy együtt jöttek. Menjünk, köszönjünk meg neki, hogy elkísérte a repülőfenyőfát. Ú, és mennyivel szebb, mint az előző sorozatban, nem srácok? Asztok. Hú, írjátok le kommentben, hogy mennyire örültek, hogy ismét itt van, hozzánk érkezett a repülőfenyőfa. Asztok, és még ilyen vízesése is van. Jaja. Wow, repülőfenyőfa, milyen jó. Mi ez? Micsoda upgrade-et kapottam be, repülőfenyőfa. Hello, repülőfenyőfa, nagyon jó az upgrade-ed, nagyon jó nézek. Megalajzé. Mi? A gömbhal. Jaj, dobál. Ja, te dobálsz. Megöltem! Szia, kereskedő bácsi! Nagyon aranyos vagy, hogy elkísérted a repülőfenyőfát, jaja. Azt mondjam. Ó, azt a de jó vízes is van a repülőfenyőfának! Köszönjük meg! Krisztián, mi a neve? Mi a neve a merchantnak? Robi. 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 Robi Zsán. Nem nyomi. Robi Zsán. Robi, aki nem nyomi. Na, mehet. Robi. Mehetünk vissza. Nyomi, Robi, akkor már. De nem nyomi. De nyomi. Nem nyomi. Nyomi, Robi. Tök jó néz ki. Nyomi, Robi. Tök festlegény ez a Robi. Nyomi, Robi, köszönjük szépen a repülő... Jaj, na, akkor nagyon örülök, hogy itt van a repülőfenyőfa, mert akkor tudok kitől tanácsot kérni, és nem a Krisztián Béla tanácsait kell megfogadnom. Na, repülőfenyőfa, az első tanács, amit kérek tőled, az az lesz, hogy... a Dunába dobjam a Krisztiánt, vagy a Tiszába? Én ostoba kérdésekre nem válaszolok. Ha-ha-ha! Milyen ostoba kérdés? Ha-ha! Kinevezett téged a repülőfenyőfa velem együtt. Igen. És mi, ugye mi a repülőfenyőfa, milyen vicc ez a Máté? Hát én ezt nem is hiszem el. Várjál. Én tudom, hogy értett ezt a repülőfenyőfa, várjál csak. Repülőfenyőfa, miért is ostoba ez a kérdés? Azért, mert a Krisztián maga ostoba. Jaj, mert most az, hogy utánozod a repülőfenyőfának a hangját, és úgy csinálsz, hogy beszélni, az nem én. Nem utánoztam. De, hogy nem. Nem utánoztam, te utánoztad Béna. Most ne hazudjál már nekem, most komolyan Zémos mondjuk. Én mikor meg őszintét. Én mikor hazudtam utoljára? Azért most valljuk már meg az őszintét, azért most hazudtál, nem? Menjünk. Ú, Krisztián, mennyire örülsz, hogy megérkezett a repülőfenyőfa? Én egy 1-10-es skálán 10-esen örülök. 10-esen? Aha. Aszta, én legalább vagy 9. Úgyhogy miért az én ágyamba fekszel, ökör? Jaj, hát ezt nem hiszem el. Mali, te ezt elhiszed? Ja, te nem is ismered a repülőfenyőfát, te még nem tudod, hogy mekkora hatalma. Ú, és innen is látni, Krisz, gyere ide. Nézd, milyen szép panoráma. Nézd, Béla! Vagy nem Béla? Ú, de szép, milyen szép panoráma. Hát ez a repülőfenyőfa, ez valami csodálatosan elképesztő, nem? Ja, szerintem is csodálatosan elképesztő. Viszont kéne segíteni, kis barom. Kéne nekem Cable, vagy Mossy's Cable, Stone-ból van? Hú! Szóval Mossy Cable Stone kell. Ugye? Igen. Mossy. Jó van. Na, Krisztián! Segíts! Igen, a Mossy Cable Stone. Mozi. Na, kell egy karám a malacoknak, ugye? Kell egy karám a teheneknek, és kell egy karám valami másoknak is. Aha. De ez, azt a rohadt, ez nagyon sok idő lesz így. Hát főleg úgy, hogyha a Krisztián nem segít. És még a Dunába se dobhatom bele, mert azt mondta. Repülőfenyőfa, ezt nem szóval. Hát pontosan nem. Vagyis nem mondta ezt a repülőfenyőfa, azt mondta, hogy a Krisztián ostoba, szóval bárhova lejöphatom. De azt te mondtad, nem a repülőfenyőfa mondta. A repülőfenyőfa soha nem mondaná ilyet, igaz, a repülőfenyőfa. Nem. Onnan nem tudod, onnan nem hallod.
hogy mit mond. Na. De ne fárasszuk már a repülőfenyőfát. Krisztián, ne fárasszuk a igaz, most mi sokat, intellektuális sokat kérdéseket kell, hogy feltegyünk. Most sokat utazott, most hadd pihenjen. Igen, viszont azért normális kérdéseket feltethetünk neki, mint például, szerinted a Krisztiának hány kúja van, 2 vagy 1? Azt a rohadt, és lecsapja a fáromnegyed életemet, ez a barom. Repülő fenyőfa, meg akar ölni a Máté. Hát nem csodálkozom rajta. Azt mondtad, érdemes kérdéseket kérdeztünk a repülő fenyőfától. Repülő fenyőfa, meg akar ölni a Máté, gyorsan, mit csináljak? Öld meg magad előbb, és akkor ő nem tud. Elrögte magát, tudtam, hogy csak utána az hangját, para. Krisztián, béküljünk ki a repülő fenyőfa érdekében. Jó. A régi ismerősért, a repülő fenyőfáért. Fogjunk akkor kezet. Jó. Itt, a repülő... Menjünk oda, előre. Fogjunk kezet a repülő fenyőfa szeme láttára. Na. Jó. Ne vagy, én nyújtom a kezet. Jaj. És megütöm. De véletlen volt. Ez a látod, repülő fenyőfa, milyen gonosz velem. Oda nyújtottam a kezemet, hogy megrázzam. Nézd, repülő fenyőfa, milyen jó szívű vagyok. Én megüt engem, én pedig visszadobok egy aranyrépát. Hú, köszön, pont kell. Látod, repülő fenyőfa, hogy milyen kedves vagyok a Krisztiánnal, miközben ő ilyen gonosz velem. Remélem, kapok egy kis jutalmat. Akkor állj be, de ne mozdulj. Állj be felém. Na jó, van, akkor most kezet fogtunk, látod, a repülő fenyőfa. Na, akkor most már nincs harag. Jó, van, akkor mehetünk. Na, akkor most már nincs harag, most már segíthetsz, és most már nem lézengsz, hanem segítesz. Oké, segítek. Na, mit kell segíteni? Azt kell segíteni, hogy el kéne kezdeni a karámokat. Jó. Szerintem kivágd a sok fákat, és majd utána visszaültetem ilyen természetes élő. És ki szétrobban a baltám. Na, Krisztián, akkor vágod itt a fákat, légy szíves. Ja. Hát, de nem azt mondtad, hogy lesz fa. És nem kivágod. Lesz, nem, de ne ilyen legyen már, ami így len van a földön a lombja, ilyen undormány. Hát, mert nem, mert tök jó. Mert undorait, ahol. Hát, mert tök jó. Csinálok magamnak egy baltát addig. Na, most már tényleg csináljunk is valamit, ne csak itt baromkodjunk, mint egy őrült. Ne csak itt baromkodjunk, mint a többi részben szoktuk, tudod. Te nem eszel egy kis torti-martit? Dehogy nem, meg fel is zaválom az összeset. Na, jó van, a szülinapomra egyél. Na, finom is volt. Azt megett az összes szülinapi tortámat, ez megőrült. Hát pont jó lett, mert én nem lettem már éhes utána. Srácok, aki esetleg egyébként nem tudná, nem holnap van a születésnapom. Mondtam, hogy nem holnap van. Hanem holnap után. Februárban van a szülinapod, te hülye. Na. Ezt most nem mondd komolyan. Hallod? Ha? Repülő fenyőfa. Szerinted a Máténak van valami agyi baja, ilyen fizikailag? Nincs. Szerintem is. Nem is mondod semmit, te hazug! De mondod. Ez tök jó, hogy itt lehet mászkálni a fákon. Máté, szerinted, hogyha innen átugrok arra az indára, akkor meg tudok kapaszkodni? Melyik fá onnan? Itt nézd, itt vagyok veled szembe. Itt. Ej. Fordulj. Menj vissza, ahol előbb voltál. És itt, hogyha átugrok erre az indára, ha onnan átugrok arra az indára, akkor szerinted, akkor meg tudok kapaszkodni? Szerintem le. Megnézed. Hozok akkor földet. Okay, és akkor elkezdem, most már tényleg elkezdem azért, mert a Krisztián itt ne hátráltassa. Ja, na Máté, nézd. Onnan pont látod. Okay. Nem tudom, mekkora legyen a karám, de gondolom nem ilyen picike. Hát azért nagy. Na, most nézze te el. Hol vagy? Krisztián! Nem érünk erre rá! Hol vagy? Itt vagyok fölötted, hát ahol előbb mutattam, hogy vagyok, te barom. Arra az indára ugrok rá, és megpróbálok megkapaszkodni rajta, jó? Mehet? Hát ez elképesztő. Srácok, ha sikerül megkapaszkodnom az indán, akkor írjátok le kommentbe, hogy meg a Krisztián, hippi-huppi-huppi-há. Ezt? És hogyha nem, akkor azt írjátok le, hogy jaj, de szegény Krisztián, de sajnálom. Jó, na, én mehet. Is nem sajnálom a hülye Krisztiánt, na mehet. Na mehet? Mehet. Oké, és Máté, számolj vissza 3-tól. 3, 2, 1, mehet. Hiya! Azt nem hiszem el! De na! Ja, de Máté, nem csak egy próbálkozás van. 1, 2, 3. Azt nem hiszem el! Amúgy 3 próbálkozás van. 3 a magyar az igazság. 3 az a magyar az az igazság. Itt kell fölmenni, gyere Máté, vezetlek. 3 a magyar igazság, gyerünk! 1, 2, 3. Hiya! Ez az! Ne, én meg leestem a fáról! Juhú! Srácok, milyen ez a elképesztő... milyen ez az elképesztő content, ha tetszik nektek? Na! Nekem sem sikerül. Haha.
Azt a Máténak is sikerült. Azt akkor ugyanolyan ügyesek vagyunk. Na. Ugyanolyan ügyesek vagyunk, hogy nekem hát egy próbálkozásban sikerült. Sikerült. De szép így néz, Máté úgy nézd a képet, hogy a repülőfenyőfa is benne van, meg a lemenő nap is. Aha, de gyönyörű. Wasztua. Ja. Na, viszont most már valamit... Na, ez a baj, Krisztián, hogy te állandóan elvonod az ember figyelmét, és nem tud dolgozni. Oké, na innen fog indulni a... Izé. Ne! Ezt most nem mondod. Mossy Stone Brickből kell csinálnom kerítést. Csak jaj, ne, Krisz, ez kicsit több nyersanyagot fog igényelni, mint gondoltam. Ez a karám. De amúgy még a birtokot se kerítettük körbe. Milyen jó szágok vagyunk mi. Ja, tényleg. Hát ilyen ez a lusta, Máté. Na, de mindegy. Most milyen már itt van a repülőfenyőfa, így most már könnyebb lesz, mert kapunk lelki segítséget a repülőfenyőfától. Pontosan. Bár csak a lapátos Herold is itt lenne, nem? Már akkor még double lelki segítséget kapnánk. Hallod, Máté? De szép így a repülőfenyőfának a vízesése így este. Majd nézed. 6-7. És akkor ide kell egy oszlop. Jaj, ne! Ugye nem zombit hallottam, igaz, Máté? Igaz, nem zombit hallottam, igaz? Ha nem tudjam, mit hallottál, na menjél innen, kisfiam. Elmegyek felfedező túrára, hogy zombit keresek. De csak oda megyek zombiért, semmi zsért, hidd el, Máté. Jó? Hogy került be ide a Traveling Merchant? Uj! Nagyon jönnek a zombik. Hallod, a birtokon nagyon sok zombi van. Igen? Igen. Ha rám robban egy creeper, az a te hibád lesz. Jaj, ne meghalok! Á! Ez tökéletes! Á! Mi van? Á! Megöl! Creeper! Á! Mert venni a birtokra! Fúss! Máté, gyere be és besukom! Jaj, ne, itt egy ilyen trutymik! Jaj! Itt egy trutymik! Ez az! Elszakadt a izéje! Nem jutott eszembe a neve! Azta! 200 fokos lett a testhőmérsékletem az izgalomtól. Azta, akkor farsz. Aha, nyugi, Máté. Jó. Megölöm azt a zombit. Hiá! Várj én! No! És meglobja a lámát, ez a barom! Az mi a szar? Hello! A Protection 8-as cucca volt. 4 izét belelő... Arany! Hiá! 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 Vigyázz a creeperre! Hol van? Gyere gyorsan! Ej! Zsökít, barom! Leather cap! Na Krisztián, ezután a hatalmas akció után szerintem érdemes aludni egyet. Ebben valóban egyetértünk. Na mert... Miért megint az én ágyamban alszol, te ököl? Ja, tényleg. Na. Jól van. Na, Máté, most... Máté! Ha? Meg akar ölni ez állatbarom. Zombi! Ugye nem a... Ugye a lükepálhoz hozzá se nyújtál, mert meghalsz. Azonnal módon. És jó. Ellapja. Na, Krisztián, gyere velem. Jó. Gyere velem. Nézd. Megmutatom, mit hallattunk ebben a részben. Ennyit. Hova mész? Csal. Hova megy? Jaj, ne, remélem nem láttad meg, hogy eljöttem. Most már nagyon jól lerárultad magad, hülye gyerek. Miről beszélsz? Aj, Máté, merre mentél? Hát nem tudok utánad menni. Azt mondtad, kövesselek, és nem talállak. Ez megőrült, srácok, szerintem ez a Máté fiú. Hol lehet ez a barom? Hova szökhetett el? Srácok, én nem tudom, a Krisztián mibe sántikál, de most már... Tényleg most már... Én nem sántikálok, egészséges mindkét lábam, tökéletesen tudok menni. Jó van. Na, Krisztián, nem érünk rá! Nem érünk erre rá! A hülye baromságodra. Új. Belenelök? Hülye zombi, megverlek. Máté, te még nem vagy felkészülve a vadonra. Úgy látom. Milyen vadon? Hát a vadon félelmeire és veszélyeire. Te arra én mindenre fel vagyok készülve, kisfiam. Azt a Máté, de jó lesz ez a kerítés, ugyanolyan lesz, mint az enyém. Azért lesz jó. És akkor én is építsem a karámat, mert akkor én is építem. Nézd, itt kell elkanyarodjam. Ő erre. Értem. Szóval így. Aha, értem. Aha.
Adatakasz. Hozzá menj, ne nyomi, nyomi, Robi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Még egy darab kell. Aj, nem áll. Podzol. Páti, podzolt kint lenne. Aha, podzolt. Nem kell podzolt, minek? Mert akkor jól néz ki. Vegyünk akkor fast. Vegyél fast. Jó, vesz egy fast. Adjál, mert ráadok. Na várjál. Krisztián, a baromkodás helyett lehet, hogy segítesz? Persze, hogy lehet. Nézd, kivágom ezt is például. Aha. Na. Nagyon ügyes vagy. Oké? Igazán büszke vagyok rá. Köszönöm. Na és srácok, így gondoltam én eztet. Így gondoltam eztet, hogy ilyen természetes élőhelyet hagyunk az állatoknak. Hogy ilyen lesz a környezet. Így hagyjuk, így marad. És szerintem ez nagyon jó lesz. Csak ezeket a indákat le fogom vágni, mert az viszont nem jó szerintem. Plusz fel tudnak rajta mászni az állatok valószínűleg, ami aztán meg még annyira se jó. Csak hát ez is, amint láthatjátok, kell egy kis munka. Ja, hát Máté, tudod, hát néha dolgozni is kell azért, mert nem lehet csak lustálkodni, mint ahogy te szoktad. Hát, srácok, tudjátok, a Mátének ez nem nagyon megy még, mert életében nem dolgozott még egy másodpercet se életében szerintem, de hát mindegy. Mi ugye ezt ismerjük, ezt az érzést, mi, aki dolgozunk állandóan, de a Mátének ez kicsit ismeretlen érzés. Hol van már ez a Máté? Már megint biztos lustálkodik, az biztos vagyok benne. Már megint valahol lustálkodik. Máté, hol vagy? Máté, hol vagy? Itt vagy valahol lustálkodsz? Biztos vagyok benne, hogy azt csinálod. Megtámadott! Dehogy! Nem lehet eltalálni! Hol van ez a Máté? Hol lustálkodik már? Mali, megharaptál! Ezt nem hiszem el! Hogy lehetsz ilyen gonosz őrül? Krisztián, ugorja oda be! Ide be. A Malihoz? Ha? Jó. Na, ott is maradja, oda való vagy. Na jó. Igen. Yeah. Te vagy oda való. Na, Krisztián, komolyan el kell beszélgetnünk valamiről. Ja. Gyere. Okay. Gyere a tárgyalóasztalhoz. Jó, meg a csinálok egy tárgyalóasztalt. Hol legyen a tárgyalóasztal, várjál. Valami fontos helyen kell, hogy legyen. Len itt. Mm-hmm. Jó. Na szóval. Krisztián. Mm-hmm. Fontos dolgokat állítottak rólad. Bizonyos emberek. Bizonyos emberek. Kicsoda? Megtudtam egymást rólad és a titkodról. Kapsz egy esélyt, hogy elmondd most, bevald itt mindenki előtt. Vagy különben életfogytiglani halálra ítéllek. Máté, azt várod tőlem, hogy most bevalljam a titkom. Igen, pontosan. Sajnos, azt nem fogod tudni olyan könnyen kiszedni belőlem. Dehogy nem. Nem. De. Hicsd kell. Elvettem a gumicukrodat. Hicsd kell, hogy nem. Leszarom a gumicukromat, van aranyrépám, az 6-szor jobb. Itt van, már az sima répa út, itt van az arany is. Igen, mutasd. Mutasd, hadd ellenőrizzem, hogy igazi-e. Nézd, itt van az arany, itt a sima. Mutasd, hogy hadd ellenőrizzem, hogy igazi-e. Jó, ellenőrizd. Jó, dobd. Nem dobom. Ja, dobd, mert ellenőriznem kell, hogy igazi-e. Jó. Ez igazi volt, de még a többit is kell. Nem, hát az ugyanez az összes. Na. Nem ugyanez jó, az összes. Jó, de ugyanez az összes. Ah, hazudik! Hamisítvány! Ez a titka, hogy hamis répát akkor árul. Akkor hamisítvány, leszarom. Na. Hamis répát árul a büdös fekete piacos dög. Leszarom, akkor hamisítvány. Na, szóval. Ha te a titkomat akarod, akkor csak a meg. Kövült hóttestemen keresztül kaphatod meg. De akkor, sem, akkor már nem tudom elmondani. Akkor mehet.